A program elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatja. Minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. Idén is lehet jelentkezni a Hegyvidéki Önkormányzat által támogatott ingyenes kismama tornára és szülésfelkészítő programra. A foglalkozások nem csak a várandós időszak alatti testi és szellemi felkészülést szolgálják, hanem ahhoz is hozzájárulnak, hogy a kismamáknak pozitív képük alakuljon ki a szülésről. Stábunk ellátogatott a kismama tornára, most ebből láthatnak egy rövid összeállítást. Lent, fönt, tol. Hát és karerősítő gyakorlatokat végeznek a várandós hölgyek a hegyvidéki kismama tornán. Ahogy a felvételeken is látszik, fitten és vidáman tornáznak a kismamák. A legtöbben rendszeresen részt vesznek az órákon. Barta Zsuzsanna harmadik gyermekével várandós. Azt mondja, nagyon jól esik neki a mozgás, ezért mindig örömmel jön az órákra. Most vár gyermekem a harmadik baba, és jártam már az első kettővel is. Azért járok, mert egyrészt pontos nekem a mozgás, mozogtam a gyerekeim előtt is sokat, másrészt tapasztalom, hogy keringésfokozó, stresszoldó hatása van, és nagyon jól esik minden egyes torna. A Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával a kerületben élő várandós kismamák immár 8 éve térítésmentesen vehetnek részt a kismama és szülésfelkészítő tornán a Jacó Zsuzsa Torna stúdióban. A terhesség előre haladtával a leendő anya fizikai állapota állandóan változik, ezért különösen fontos, hogy folyamatosan megfelelő egészségügyi ellátásban és tanácsadásban részesüljön. Az anya és főként a baba egészségére is jótékony hatással van a kímélően aktív életmód a terhesség alatt. A várandóság alatti rendszeres testmozgással legyőzhető többek között a fáradékonyság, csökkenthető a hátfájás, valamint javítható az oxigénellátás is. A kismama torna az a szülés felkészítésnek egy része. Nem teljes része, de a legnagyobb része. Természetesen a babavárással kialakult testtartásokat próbáljuk korrigálni, erősíteni, ellene dolgozni, ne legyenek hátfájások, ne legyenek derékfájások, szépen tudja tartani magát a kismama nyakát, hátát, hasát, a lábakat nagyon igénybe veszi a várandóság, a lábfejeket, lábfejtornákat, szóval ez feltétlen fontos. A szülés felkészítésnek több része van még. Foglalkozunk a vajudás előkészítésével. A vajudás előkészítése szerintem nagyon fontos, mert hogyha a mészájat kellőképpen előkészítjük, rövidebb lesz a szülés. Tudjuk jól, hogy a mamáknak, babáknak az oxigénellátás az mennyire fontos. A torna is segíti a jó oxigénellátást, a mozgás is, természetesen én ajánlok mindig másfajta mozgásokat is. Séta, fölsétálni itt a hegyoldalba, lesétálni jó levegőn, és mindig azt mondom, hogy levegőn lenni. Na most az izommunkával járó mozgás is keringésfokozó, jó oxigénellátást biztosít. Vajudás alatt is mondom a kismamáknak, hogy mit csináljanak, folyamatos csípőtornákat ajánlok nekik, folyamatos mozgást, természetesen jó légzést, és vajudás alatt is próbáljuk a maximális oxigénellátást biztosítani. 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8. Általában van egy menete, ami majdnem mindig ugyanaz, a gyakorlatoknak nem ugyanaz, csak ez mindig így megy sorba, hogy elkezdjük hátizom erősítéssel, utána ezek ilyen negyedórás programok, utána egy keringés javító, keringés meghajtó gyakorlatsor következik, ami
álló gyakorlatokból áll. Megpróbáljuk egy picit a vérnyomást, pulzust megemelni. Aztán természetesen mindig légzés, mindig nyújtás folyamatosan, minden gyakorlatsor után. Utána koncentrálunk a csípőre, a csípő lazításra. Ugye természetesen a csípőnek tágulni kell, a csípőnek egészségesen egy picit nyílni kell az izületek mentén, hogy kényelmes legyen a szülésünk. És az utolsó részbe minden részlet fontos, csak másért. A négy kézlábas gyakorlatokat nagyon szeretem, a vese tehermentesítése miatt. Az egyetlen testhelyzetünk, a négy kézláb helyzet, amikor a veseerek és a vesevezetékek nincsenek nyomás alatt. Ezt az urológusok nagyon szeretik, hogyha kismamák ilyen gyakorlatokat végeznek. És akkor utána szépen lelazítjuk magunkat, folyamatosan beszélünk egy-két dologról, ami még a torna közben belefér, mert azért szülésfelkészítésen sok mindent megbeszélünk. Torna közben is egy-egy dolog, ami egy-két mondatba belefér, azt elmondom, megkérdezik, válaszolok, de azért ilyen vezényszavas egy torna óra is. Ott kevesebbet tudunk erről beszélni. Tehát jó hangulat, vidámság. Nagyon sokan éneklik már ugyanazt a dalt, a mamák, mert szoktam nekik mondani, hogy énekeljenek otthon a babának, sokat beszéljenek, hallja a baba, a mama hangját, mert szülésnél is erre biztatom őket, hogy folyamatosan beszéljenek a babához, hogy hallja a baba, hogy a mama jól van, beszél hozzá, elmondja neki, hogy mi történik, most összehúzódás van, most mozgunk, most csípőtornákat csinálunk, tekergetem a csípőmet, mozgok, lépegetek, légzek, mélyen be, lassan ki, tehát ezeket a dolgokat én azt gondolom, hogy folyamatos kommunikációval tartani kell. Vagyis tartani kell a babával a kommunikációt. A 10 alkalomig ingyenes kismamatornához bárki bármikor csatlakozhat. Bővebb információkat a programról az egészségeshegyvidék.hu oldalon találnak. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom és a magyarországi kórházakat tömörítő Magyar Kórházszövetség először adta át a Családbarát Kórházi Osztálydíjat. A 28 pályázatból 15 kapta meg a Családbarát címet, köztük a Szent János Kórház gyermekosztálya. A díj fontos célja, hogy minél nagyobb társadalmi elismerést, megbecsülést kapjanak az egészségügyben dolgozók. Mai adásunkban a különleges elismerésről beszélgetünk vendégemmel, dr. Madarasi Annával, a Szent János Kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosával. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. És hát azért, hogy itt nézőink is lássák, itt van az oklevél is, ehhez is gratulálok még egyszer. Köszönöm. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy mi adta az indítatást, hogy nevezzenek a pályázatra. Hát mert úgy gondoltuk, hogy ez a pályázat rólunk szól, mert tényleg ilyen szellemben igyekszünk, mint a dolgozók felé irányulni, mint a betegellátást is, a családok kényelméért végezzük. Mit jelent önök számára a díj? Azért ez szokásos kérdés, azért megkérdezem. Igen, azért, hát nagyon örültünk az elismerésnek, azért mégiscsak első alkalommal került ez díjazásra, és én úgy érzem, hogy elég komoly pályázatot adtunk be, és azt értékelték, ez mindenképpen elismerés. Igen, a Szent János Kórház gyermekosztályán azért rengeteg gyermekbarát program megvalósul, soroljunk fel párat, azért van számos ilyen. Igen, hát hozzánk is járnak a bohóc doktorok, járnak spanyol zenészek, jár a K&H gyógyvarázsnak a olvasói, saját dolgozóink, például aki kórusban énekel, az a kórus is el szokott jönni, Finnországból eljött a Mikulás, minden ünnepet ott megünneplünk, sőt, hogyha valaki kénytelen a születésnapját ott tölteni gyermek, akkor volt már olyan, hogy egy zsúrt is rendeztünk neki, nem volt fertőző beteg, úgyhogy nyugodtan jöhetett a rokonság, földíszítettük a előteret, és akkor ott egy szabályos zsúr volt. És ha jól tudom, egy úgynevezett babales program is elérhető önöknél. Mi is ez pontosan? Ez az országban egyedülálló program.
Azt kell tudni, hogy a koraszülött babák nagyon sokszor heteket, sőt van, hogy hónapokat kénytelenek bent tölteni addig, amíg hazaadhatók. Az extrém kisúlya született koraszülöttek, azok 2-3 hónapot is ott töltenek. Ilyenkor az édesanyja van bent a gyermekkel, az édesapa látogathatja, de a család többi tagja nem. És ő nekik nehéz az, hogy nem is látják a megszületett unokát, vagy megszületett testvért, és bekamerázzuk az inkubátorokat, megadott időben, megadott jelszóval, összegyűl a család, a baráti kör, rokonság, és akkor nézhetik a kisbabát, hogy mi történik vele. Például nagyon jól tudtuk ezt használni, mikor ugye a koraszülés az váratlanul jön, és édesapa még kint dolgozott Angliában, tehát ugye nem volt fölkészülve, hogy hazajöjjön, és akkor nem tudott hazajönni a munkája miatt, úgyhogy onnan nézte a családot. És hát akkor ezáltal legalábbé is közelebb érzi magát hozzá. Igen. Azt lehet tudni esetleg, hát egy körülbelüli számra vagyok kíváncsi, hogy egy évben hány koraszülött baba születik? Hát a koraszülések azok kb. 7-10% a szüléseknek, hát számoljunk mondjuk 80 ezer szüléssel. Nálunk kb. 240-250 koraszülött fordul meg egy évben. És ezen kívül még, hogyha jól tudom, nemrég adták át a nővérszállót is. Igen, önöknél. Igen, a Szent János Kórházban. Igen, azért ez is egy nagyon nagy ez előrelépés nagyon volt. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt, és nagyon nagy társadalmi és hát állami összefogás is volt. Úgyhogy a dolgozóinknak ezt tudjuk nyújtani. Nagyon szép lett, modern szobákkal használható mellékhelyiségek, konyha, úgyhogy ez egy vonzerő, hogy esetleg jobban jönnek oda szakdolgozók. Az ápolóknak mi a visszajelzésük, akár most itt a nővérszálló kapcsán, vagy akár a gyermekosztályon dolgozókra gondolok most? Hát a gyermekosztály az mindig valahol azért a békeszigete. Tehát ott azért nyilván olyanok jönnek gyerekosztályra dolgozni, akik hát szeretik a gyerekeket, más is hivatásnak tekinti, nem mondom, de azért gyerekek között lenni az mindig egy más dolog. Tehát nálunk azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó a hangulat, mind a szakdolgozók, mind az orvosok és egyéb diplomások között is szeretnek ott dolgozni. És azok a családok, akiket valamilyen oknál fogva bekerülnek a gyermekosztályra a kisgyerekkel, akkor ők mit mondanak? Azért ugye most fel is soroltuk, hogy számos családbarát program elérhető már. Nekik mik a visszajelzéseik? Hát azért az vegyes, azt tudni kell, hogy azért az emberi természet azért az meghatározó. Nagyon sokan értékelik az erőfeszítéseinket, hiszen saját erőből, alapítványi támogatásokból nagyon szép környezetet igyekeztünk kialakítani, de hát azért ez egy 150 éves kórház, az épületek előregettek, nem olyan elhelyezést tudunk biztosítani, mint mondjuk egy 20. század végén épült kórházban, tehát azért, igen, ezt azért néha kifogásolják, de összességében úgy érzem, hogy meg vannak velünk elégedve. Ezért is tartanánk nagyon fontosnak, hogy megvalósuljon az a cél, ami a Budapest egészségprogramban megfogalmazódott, hogy Budán is legyen egy gyermekegészségügyi központ. Nyilván nem olyan nagy, mint a Heimpál, de egy minden területet ellátó egységes intézmény, hogy tudják a budai lakosok, hogy akkor ők hova tartoznak. Mit lehet tudni erről a programról? Hol tartanak most, illetve mik a jövőbeni tervek ezzel kapcsolatban? Hát a tervek azok, hogy ugye volt a Budai Gyermekkórház a második kerületben, és a János Kórházban a gyermekosztály, a gyermeksebészet, gyermekfülorgégészet, és a perinatális intenzív centrum újszülött osztály. És ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni, ehhez ezt a teljes palettát egy helyre kéne telepíteni, tehát a Budai Gyermekkórház rehabilitációs osztályait és szakrendeléseit összeköltöztetni az aktív fekvőbeteg ellátó osztályokkal. Ez a mostani tervek szerint, ami ugye bármikor változhat, azért a János Kórház 19-es épületében valósulna meg. És
akkor visszatérve magára a Szent János Kórházra, a gyermekosztályára, a jövőben milyen egyeztetéseket folytatnak akár a polgármester úrral annak érdekében, hogy még jobban el lehessen látni a 12. kerületi lakosoknak az egészségügyi ellátását, a gyerekek ellátását? Igen. Lehet erről pár dolgot tudni? Hát lehet, igen. A polgármester úrra folytattunk megbeszéléseket. Ő mindig nagyon támogató volt a Szent János Kórházzal kapcsolatban, sőt a gyerekosztály minden évben az önkormányzattól szokott támogatást kapni műszervásárlásra. Rendszeresen részt szoktunk venni a Hegyvidék egészségnapokon, akkor kivonul a teljes gyerekellátás kutyaterápiával, minilóval, vércukorvizsgálattal, újraélesztést tanítunk a szülőknek, gyerekeknek, tehát aktív a kapcsolatunk az önkormányzattal. Mi a hitvallása a kórháznak? Hát nyilván a minél magasabb szintű betegellátás, amit gyerekvonalon mindenképpen úgy szeretnénk megvalósítani, hogy minél kevesebb trauma érje a gyermekeket és a családokat. Azt lehet tudni esetleg, hogy egy picit személyesebb kérdés, hogy ön mióta dolgozik a Szent János Kórház gyermekosztályán, vagy vezeti azt? Én eredetileg a Budai Gyermekkórházban dolgoztam, és amikor a két kórház egyesült, akkor a gyermekellátásért felelős orvosigazgató helyettesként kerültem kapcsolatba a kórházba, kórházzal, és 2010-ben az előző főorvos nyugdíjba vonulása után vettem át az osztályvezetését is. És mit tapasztalt az elmúlt 8 évben, mennyire változott egy picit mondjuk a kezdetekhez képest, amikor most nyilván a kezdeteket úgy értem, hogy 2010 óta, amikor ön az intézménybe került, ön mit lát személy szerint, hogy milyen folyamatok indultak el mondjuk ebben a 8 évben? Hát mindenképpen azt el kell mondani, hogy a környezetünket nagyon szépen tudtuk fejleszteni, civil támogatással és alapítványi támogatással elsősorban a műszerparkot is jelentős mértékben fölfejlesztettük, ami szintén külső támogatással, mint ahogy ez a babales program, vagy akár a fészek inkubátor, ugye amikor a koraszülött ikreket egy inkubátorba tudjuk elhelyezni nagyon kényelmes, szép körülmények között. Úgyhogy azért a fejlődés töretlen, és nagyon sokat köszönhetünk a dolgozóinknak. Nagyon sok önkéntes munka van benne. Tényleg fejlődünk. És ha már a fészek inkubátort említett, akkor mondjuk el nézőinknek, hogy ez mit is jelent pontosan, illetve milyen célt szolgál? Olyan célt szolgál, hogy ha megfigyeljük az ikreket, hogyha egymás közelébe tesszük, akkor mindig keresik egymással a kontaktust. Tehát, hogyha már nem igényelnek műszeres beavatkozást, lélegeztetést vagy állandó észlelést, akkor igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy egymás közelében legyenek. És ez a fészek inkubátor kifejezetten erre a célra készült. És jól tudom, hogy úgy az kialakítása is hasonló, mint az anyaméhnek a... Igen, igen. Ez is ugye egy fontos szempont igen, volt, hogyha... Igen, igen, hogy minél komfortosabban érezzék magukat. És ha már ugye elmondtuk a terveket, hogy ahhoz képest, az induláshoz képest most hol tart az intézmény, akkor mik a jövőbeni tervek, amikről esetleg beszélhetünk? Hát nekünk a legfontosabb, mondom, ez lenne, hogyha össze tudnak költözni a gyerekellátás összes résztvevője, és hogyha az infrastruktúrát úgy tudnánk alakítani, hogy tényleg sokkal komfortosabb, kényelmesebb elhelyezést biztosítsunk a betegeknek. Egy évben akár hány kisgyermek fordul meg az osztályukon? Az osztályon körülbelül 1600-1800 gyermek fordul meg, különböző életkorral, különböző betegséggel. Mik azok a... Hát azért azt mondom, hogy erről is egy picit beszéljünk, hogy milyen betegségekkel kerülnek önökhöz? Mik a leggyakoribbak? Igen, hát a legtöbb ugye valamilyen fertőzés, főleg mondjuk pici babáknál ezt komolyabban kell venni, és mindig kórházi körülmények között kell őket gyógyítani. Nagyobb gyerekeknél is, amikor olyan súlyos a fertőzés, hogy már táplálkozási problémát okoz, általános állapotuk rossz, akkor felvételre kerülnek, akár egy tüdőgyulladás, akár egy vesemedence gyulladás, ezekkel a
nagyon sok fulladós gyerek van, ugye egyre több a asztmás gyerek, egyre több a hőrkurutos gyerek, ők is nálunk fekszenek. Arra van lehetőség az intézményben, hogy a kisebb gyermekeknél esetleg az anyuka is ott maradjon éjszakára? Természetesen. Egy hozzátartozó, akár apuka, akár anyuka, akár nagymama 24 órában ott van a gyereke mellett. És ami még mondjuk egy egyedülálló programunk, ez a baba-mama program, amikor a pszichiátriai betegségben szenvedő szülőnők kerülnek bajba, akkor a pszichiátriai segítségre szorulnak. Ha komolyabb baj, akkor ők a pszichiátriai osztályon fekszenek, a kisbaba van nálunk, és megpróbáljuk őket összeszoktatni. A másik, nagyon sok evészavaros kisbaba van, és ez is az integrált baba-mama program keretében kerülnek gondozásra. Ők is néha azért olyan súlyos ez a probléma, hogy kórházi felvételt igényelnek, de ha enyhébb, akkor ambulanter látjuk őket el. Tehát nagyon sok szakmai program indul nálunk. Arra, hogy jól tudom, arra is fordítanak időt, hogy a dolgozók, a gyermekosztályon dolgozók azért pszichésen is fel tudják dolgozni azt, hogy hát azért az elmondható szerintem, pláne a Szent János Kórházban, én is nem egyszer voltunk ott már a tévével, és forgattunk, és tényleg azt is lehet látni, hogy az ott dolgozók tényleg nagyon közel érzik magukhoz a gyerekeket, aki akár egy-két hónapra ellátásra szorulnak az intézményben, hogy azért ez egy nagy teher a dolgozóknak is. Jól gondolom? Tehát hogy ezzel is foglalkoznak, hogy minél gördülékenyebb legyen pszichésen. Igen, hát igyekszünk, közös programokat is szoktunk, mondjuk már elég régen voltunk kirándulni, de azért kirándulás, születésnapok együtt ünneplése, baráti kapcsolatok, nagyon sok baráti kapcsolat alakul ki a dolgozók között. Tehát én úgy érzem, hogy valóban jó a hangulat. Hát konkrét segítséget, ha valaki segítségre szorul, akkor mindig tudunk biztosítani. Arra volt már példa, hogy mondjuk egy-két, akár három hónapig is benn volt egy adott kisgyerek az osztályon, és utána, amikor már hál' Istennek meggyógyult és hazatér, akkor pár hét múlva meglátogatja az ott dolgozókat, mert annyira a szívükhöz nőtt. Igen, hát egyrészt jönnek vissza kontrollvizsgálatra, tehát igen, hivatalból is jönnek, de nagyon sok olyanról tudunk, amikor főleg a nővérekkel tartják a kapcsolatot, esetleg meg is kérik őket otthoni segítségre, de szintén baráti kapcsolatok is szoktak kialakulni a szülő és az őt ápolók között. És azt mondom, hogy végezetül mondjuk el, mert ez nem hangzott el, hogy a pályázat kapcsán miket foglaltak össze, ugye itt a családbarát díj kapcsán. Igen, igen. Hát a három királyfi, három királylány mozgalom keretében lett meghirdetve a családbarát munkahely. Ezt kezdetben egészségügyre nem terjesztették ki. Ez volt az első alkalom, hogy egészségügyi intézmények is pályázhattak. Két része volt a pályázatnak. Az egyik a betegellátással kapcsolatos, tehát hogy a betegeket mennyire igyekszünk családokkal együtt ellátni, hát erre ugye számos példát tudtam mondani. A másik meg, hogy a dolgozóknak mennyire tudunk az egyéni családi állapotát figyelembe véve segíteni. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy mi az elsőben voltunk erősebbek, de a jó szándék az megvan a dolgozók felé is. Például, hogyha szülés után valaki visszajön, akkor tudunk biztosítani 6 órás munkaidőt, figyelembe vesszük az ügyeletek beosztásánál, hogy ő hogy tudja otthon megoldani a problémáját. Tehát ezt a részét is azért úgy érzem, hogy jól menedzseljük, csak nincs a kezünkben olyan eszköz, mint mondjuk egy nagy vállalatnak, aki saját óvodát, saját bölcsödét tud csinálni. Nyilván ezek nálunk nem adottak, de amit ilyen körülmények között meg lehet tenni, én úgy érzem, mindent megtesz a kórház is és az osztály is.
Doktornő, nagyon szépen köszönöm, hogy bejött hozzánk, és szépen. Még egyszer gratulálok a díjhoz, azt gondolom, hogy jó helyre került, és tényleg megérdemelten kapták meg, pláne a felsoroltak után. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy bejött. Köszönöm. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva, viszontlátásra! A program elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatta.